Jó reggelt mindenkinek, az órám szerint 8 óra 40 perc van, és itt vagyok bazalt orgonák között. De ez a nap nem most és nem itt kezdődött, hanem nagyjából 3 órával ezelőtt, valahol egészen máshol. Psst, még nincsen 6 óra, a többiek valószínűleg alszanak. Én már indulásra készen, de valamit szeretnék nektek mutatni. Ez a kilátás konkrétan nagyon rendben van, és szerencsés vagyok, hogy ezen a nyáron többször is ébredhettem erre a napfelkeltére, ugyanis néhányszor tartottam előadásokat itt a zánkai gyerektáborban. De most már megyek tovább Fonyódligetre, ahol egy nagyon hasonló táborban leszek, előadásokat tartok majd, de előtte itt ezen a környéken van néhány nagyon érdekes dolog. Sőt, ha úgy veszük, az egész környék érdekes, a maga felszíni formáival, üledékes és magmás kőzeteivel. Igen, magmás, mert hogy ezen a környéken régen, nagyon-nagyon régen, elég erős vulkáni tevékenység folyt, aminek azért meg is van a hatása. Erre nézek először is egy példát. Itt a Monoszló közelében található Hegyestűn. Ez itt bazalt, ami egy vulkáni kiömlési kőzet. Amikor a bazalt felszínre kerül még olvadt állapotban, akkor elkezd hűlni, megszilárdul, tovább hűl, ennek következtében elkezd zsugorodni, és a zsugorodás miatt repedezni. Ez általában is igaz, de ami itt van Monoszló mellett a Hegyestűn, az azért viszonylag különleges megjelenési forma. Az ilyen szabályos elválású oszlopok ugyanis akkor jönnek létre, amikor a bazalt láva viszonylag egyöntetű masszaként ömlik a felszínre, méghozzá igen bőségesen. Az egyben lévő teljes massza pedig szépen egyenletesen tud így hüledezni. Ekkor pedig a felszínre merőlegesen szép, szabályos repedések hatolnak be a kőtömegbe, aminek itt látható az eredménye. Azt azért hozzáteszem, hogy a somoskői bazaltoszlopok még ennél is egy picit szabályosabbak. Persze Salgótarján környékén nagyon szép felszíni formákkal lehet találkozni, a boszorkánykői kilátásról nem is beszélve. Na de itt vagyunk a Balaton felvidéken, úgyhogy térjünk vissza. Ezeket az oszlopokat például a turisták építették. De most lássuk a kilátásainkat úgy, hogy irány a csúcs! Hát ezért egész biztos, hogy megérte feljönni. Aki járt már erre, annak feltűnhetett, hogy a Dibbes-dombos tájból itt-ott kiugrik egy-egy kupasznyi hegy. Ezek az úgynevezett tanúhegyek. Régen Magyarországot nem három tenger mosta, hanem csak egy, de az igen alaposan. De hogy az Adria, a Pannon-tenger. És ha jól tudom, akkor ez a rész itt az egykor visszahúzódó Pannon-tengernek az egyik öble volt. Úgyhogy tele volt tengeri üledékkel, ahogy annak lennie kell. Igen ám, de aztán jöttek a vulkánok, és itt-ott kipakoltak némi jó kemény bazaltot a felszínre, ami szétterült, és ezzel megóvta az alatta lévő rétegeket az eróziótól. Ezek tanúsítják tehát, hogy az eredeti felszín milyen magasan húzódott, miből állt, stb. Ilyen tanúhegyek például a mindenki által jól ismert Badacsony, vagy a Szentgyörgyhegy. Apropó Szentgyörgyhegy, itt is vannak ám bazaltoszlopok. Mit bazaltoszlopok? Bazalt orgonák. Az igazat megvalva én ezekről sokkal kevésbé hiszem el, hogy vulkáni tevékenység eredményei. Sokkal inkább úgy néznek ki, mintha még az ősmagyarok építették volna őket erődítményként Siriusról hozott technológiával. Lehet, hogy a tudjuk kikkel szemben ezek a bazaltorgonák hatásosak voltak, de annak sajnos nem tudnak ellenállni, hogy időnként az alattuk levő kőzet azért mégiscsak kimállik alóluk. Ilyenkor pedig mindenféle teátrális megnyilvánulás nélkül egyszerűen kidőlnek. Puff! Mint ahogy ez a példány is itt mellettem. Lassan indulnom kell tovább, ugyanis nem sokára kezdődik egy előadásom Fonyódligeten, de addig is írjátok meg kommentben, hogy nektek mik a kedvenc kiránduló helyeitek Magyarországon, illetve mik azok a természeti értékek, amiket mindenképpen meg szeretnétek mutatni másoknak. A YouTube csatornámra itt oldalt tudtok feliratkozni, kommentelni, megosztani pedig odalent tudtok. Sziasztok! És bónuszként visszafelé a kocsihoz énekeljünk el közösen egy nagyon híres geológiai nótát, amit most írtam a bazaltorgonákhoz. Orgona láva, bazalt erodálva, felszínre jutó olvadt kőzet, hogyha kihűr, repedezhet oszloposan. Tudom, ezt nem kellett volna.